Koppány az egyik legellentmondásosabb személye a magyar történelemnek, aki a bevett történelmi kánon szerint Szent István, az utolsó magyar fejedelem és első magyar király ellenfele volt a magyar állam létrejöttét megelőző hatalmi harcban. Ebben a videóban az ő életéből gyűjtöttem össze néhány érdekességet. Az első és a legfontosabb, hogy koppány nagyon kevés forrás maradt fenn, legtöbbje így is 14. századi, vagyis anzsúkori szöveg. Györfi György történész erősítette meg, hogy ebben a közel egy évszázados időintervallumban jelentős eltérés a fellelt források tekintetében nincs. Csak a 13. század második felétől történt némi változtatás Kézai Simon és Ákos mesternél a koppány irodalmi megfogalmazásában. Koppány pozitív megítélésével kapcsolatban több példát szoktak a laikusok felhozni Szent István királya a szemben, miszerint István ellopta gyökereit, míg Koppány megragaszkodott a régi kor hagyományaihoz és az akkori magyarsághoz, de egyes történészi körök is vitatják, miszerint Koppány vezér egyáltalán ragaszkodott volna a pogány világhoz. Köszönött tény, hogy Koppány vezér nem pogány, hanem bizánci keresztény volt, már csak apjától fogva is. Tarzarind volt az a vezér, aki magyar küldöttséget küldött Bizáncba, aminek tagjait megkeresztelték. Ezzel ő képviselte az akkori magyar társadalom bizánci keresztény vallási közösségét. Nem véletlen, hogy Szent István korára a Kárpát-merencében a római és a bizánci kereszténység határa ott húzódott meg. Koppány saját területét nevezték Somogynak, ami a mai Zágrábig húzódott. Irodalmi jellegű szövegekben gyakran hivatkoznak rá Somogyországként is. Legyőzését követően Szent István a Pannonhami Benc és Monostornak adta. A Hartwig legenda úgy tartotta, ha egy somogyi embernek lesz tíz gyermeke, akkor a tizediket Szent Márton Kolostarába kellett adnia. Koppánya származását illetően ő is Árpád nagyfejedelemre származottja lehetett. Óman Bárint és Makkai János is levezette a vezér családfáját, és ez alapján Árpád dédunokájának tartották. Hogy koppányvezér hogyan akart hatalomra jutni, azt csak feltételezni tudjuk, mivel a közvetlen rokoni kapcsolatai csak következtetések mentén lehetett felépíteni. Mivel vélhetően Géza után ő volt a legidősebb férfi családtag, a szeniorátus elve alapján ő akart törökölni, de volt egy házasodási szándéka is, miszerint Géza fejedelem özvegyét saroltot akart a feleségének, ami a másik nomád szokás a levirátus mentén érvényesült, vagyis az elhalt férj fivérének vagy közeli férfi rokonának kellett az ókori eredetű jogszokás szerint elvenni az özvegyet. Érdekesség, hogy a magyar paraszti ez a szokás sokáig ismert volt. Kopány és Géza fejedelem szemben állása rögtön vajk születésével kezdődött, ugyanis a fiú születését követően Géza a későbbi Istvánnak adta a nyitrai dukátust, amiről tudni lehetett, hogy az rendelkezhetett ezzel a területtel, aki örökölte az uralkodói címet. Ez a szokás a 12. századig élt a dinasztiában. Koppányt a korabeli írások szerint felnégyelték. A testét kitűzték Győrbe, Veszprémbe, Esztergomba és egy részét még Erdélybe is elküldték. A kopányféle lázadást követően Istvánnak úgy hat évig nem kellett kardot ragadnia. Kopány vezérről néhány történész úgy gondolja, hogy soha nem is létezett. Csupán az anzsúkori történetírás politikai okokból az anzsúház legitimációjának megerősítéséért nevezett meg egy kitalált ellenségképet az államalapító Szent István mellé. Berend Nóra középkor történés szerint nem is négyelhették fel, mivel a felnégyelés is, mint kivégzési forma, a 13. századtól jelenik meg Angliából, és válik ismerté a 14. századra Európában a koppányvezért érintő történetek pedig a 14. századból valóak, István korában a felnégyelés nem volt szokás, továbbá a koppányféle lázadást az István korabeli, illetve azt követő írások pogánylázadásként emlegetik. Koppány való kapcsolatáról nincsen forrás, a lázadásnak nem nevezik meg a vezérét a képes krónika előtt dokumentuma a 11.-12. században készült ős krónika is tartalmazhatta azokat a történeteket, amikben Koppány neve szerepel, de ez csupán feltételezés. Koppány felnégyelése a megállapítás szerint nem történt meg, sőt valószínűleg nem is létezett. Ha volt Istvánnak hatalmi ellenfele, akkor csak a nevét nem tudjuk. Habár a korszakban sok ember viselhette a koppány nevet, a vezér egykori birtok területének határában a mai Somogy megyétől és tőle délebbre több település is őrzi a nevét. Kanyó Ferenc szerint, mivel nem csak azt nem lehet bebizonyítani, hogy első Istvánék nem ismerték a felnégyelést, de hogy az Anzsuko alkalmazták volna a 14. században, arra végképp nincs elérhető forrás, így viszont kijelenthető, hogy Koppány létező személy volt, de a holtestének a sorsa nem ismert.